És hogyha arra gondolt az ember, hogy oké, okay, akkor ez az autizmus. Hmm. És mindenki, aki autista, az olyan, mint az a karakter, akit Dustin Hoffman alakított, akkor az nagyon tévútra vitt. A dianulisa önmagában nem sokra megyünk, de ha a Dianulison keresztül te meg tudod érteni a saját működésed, a reakcióid, hmm. azt, hogy hogy miért, miért van az, hogy helyzetekben neked mondjuk nehézség, valami, ami látszólag másoknak nem nehéz, az egy olyan mértékű és minőségű, ön validálás és validálási lehetőség mm. aztán később, ami, ami nélkül nagyon nehéz elképzelni azt, hogy nem traumatizálódsz mm. az életed során. Tényleg nagyon sok autista kamaszom el, hogy, hogy ő azért nem érzi magát ebbe a világba illeszkedőnek, mert ő igazából nem hasznos. Az autizmusról, az ADHD-ról vagy a diszlexiáról való közgondolkodás látványos változásnak indult az elmúlt évtizedekben. Ma már egyre többen nem betegséget, rendellenességet, hiányt látnak ezekben az állapotokban, hanem az idegi fejlődés sokféleségének lehetséges útját. Egy a többségitől eltérő, de érvényes létezési módot, amely gazdagítja a közösségeinket. Milyen következményekkel jár ez a szemléletváltás a családi baráti kapcsolatainkra, a munkahelyeinkre, az oktatásra nézve, és hogyan bolygatja meg azt, hogy mit tekintünk értékes emberi életnek? Sziasztok, üdv mindenkinek! Ez itt a Lélektani Határ második évadának záró epizódja. Én Milanovics Domi vagyok, pszichológus újságíró, a VMM főszerkesztő helyettese. A vendégem dr. Madarasi Szűcs Anna, ifjúsági és gyerekpszichiáter, a Neurodiverz műhely vezetője és egyik megálmodója. Szia Anna, Szia, örülök, én. hogy itt vagy! Nagyon örülök, én is lehetek a stúdió előterében pedig itt van velünk a műsor szerkesztője, Filákovics Radolka. Én először is azt kérdezném tőled, Anna, hogy 1988-ban, már lehet, hogy tudod is, mit akarok mondani, jelent meg az Esőember című film Dustin Hoffman főszereplésével, hogy inkább átok, vagy inkább áldás. Szerinted hol tartunk ebben az autista közösségeknek? Képzeld, domi, amikor elkezdtem dolgozni, ami nem volt olyan nagyon-nagyon mm -hmm. régen, de az él bennem, hogy akkoriban, hogyha én azt mondtam, hogy autizmusról van szó, akkor szinte az egy és egyetlen asszociációja az embereknek ez volt. Szóval azt hiszem, hogy, hogy, hogy arra válaszol, hogy most átok vagy áldás, biztos, hogy volt egy olyan része, hogy beszélünk az autizmusról. Mm. Az átok oldala az talán az, hogy, hogy, hogy azért a filmben megjelenített szereplő egy, hát egy Savant szindrómával élő mm. autista, aki, ami azért egy a kategória, vagy legalábbis sajátos, nagyon ritka az, hogy ilyen konstellációban találkozol az autizmussal. És hogyha arra gondolt az ember, hogy oké, okay, akkor ez az autizmus. Mm. És mindenki, aki autista, az olyan, mint az a karakter, akit Dustin Hoffman alakított, akkor az nagyon tévútra vitt. És nem, ez a nem érezték azt a szülők, hogy hogy az ő gyerekükről van szó, akik neki elkezdtem az autizmussal beszélni, azt mondták, hogy hát ez, ez nem ugyanaz, ami a filmben mm. van. Uh, Mégis úgy érzem, hogy az a lépés, hogy, hogy valahogy bekerült így a, a popkultúrába az autizmus, a, annak egy nagyon, hát hogy mondjam, ez az előszobája volt ennek minden áldásosságával, meg, meg nehézségével. Most már azért máshol vagyunk. Abszolút igen, és ma már ugye azt is tudjuk, hogy az autizmusnál egy spektrumról van szó. Hogy picit lécéres azt világítsuk meg így az elején, hogy hogy így körülbelül mi jellemzi azt, aki ennek a spektrumnak az egyik, és mondjuk a másik végpontja felé helyezkedik el. Hogy ugye egy nagyon, nagyon tág dimenzióról van szó. Igen. Öm, nehéz lenne így ö, nyilatkozni erről, hogy az egyik végén meg a másik mm -hmm. végén, mert... Ö, mert akkor azt feltételezed, hogy az autizmus spektrum az egy vonal, mm. ami, amin, hogyha így nagyon feltöröd az autisztikus másokat, akkor az egyik vége, hogyha alacsonyan van, akkor. Ami persze könnyen érthető lenne, vagy szerintem most itt a stúdióban hangmérnökként elképzelve mm. milyen krassz lenne, de ugye az a, az a nehéz ebben, hogy lehet, hogy te egy olyan ö, autista személy vagy, aki ö, bizonyos helyzetekben könnyen, ügyesen, akadálytalanul tud működni. Mm. De még ugyanazon a napon, egy másik helyzetben, másik ö, 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 állapotban egészen máshogy vagy. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most az autizmusod változott, vagy mi változott hmm. pontosan. Mert azt azért, azért nehézen lenne védhető, hogy akkor reggel kevésbé voltam autista, estére autista vagyok. Subjektíven egyébként nagyon sokan elmondják, hogy estére nonverbális autista vagyok, annyira elfáradtam, nem tudok kompenzálni, felhasználtam hmm. az energiáim. Hogyha a spektrumot... Ö, egy picit pontosabban értelmezzük, akkor én nem kevésbé szeretem ezt a lineáris spektrum felfogást, és inkább úgy ö, tekintenék az autizmus spektrumra, mint egy, mint egy, egy, ö, egy profilra. Uh -huh. És abban különböző szegmenseket nézünk, hogy, hogy abban az adott szegmensben vagy képességben neked milyen erősségeid vagy nehézségeid vannak. És azért ennek van egy átlaga, gondolom, hogy uh -huh. matematikából alapvetően az átlagnál jobb vagyok, én nem, én abszolút nem, de... Uh -huh. uh, és azért ez napszaktól, évszaktól, nem tudom, hangulattól függően sem változik olyan nagyon. De azért a szociális kommunikációs sajátosságai uh -huh. az autistának, az autistának nagyon sokszor... Uh, Hát függenek attól, hogy mennyi energiájuk volt még maszkolni, úgymond, tehát, hogy oh. előadni egy neurotipikusabb performance-ot, uh -huh. vagy, vagy attól, hogy mennyire motiváltak arra, hogy ezt csinálják. Szóval érdekes, hogy mit nevezünk autisztikus vonásnak egyáltalán, és hogy az alapján akarjuk megítélni az autista embereket. Nem mindig tükrözi a viselkedés azt, hogy belülről mennyire nehéz vagy könnyű neked. Uh -huh. És akkor így az autizmus spektrumot most, hogyha kell ezzel egy szakembert, akkor ő úgy közelíti meg, hogy hogy hát három támogatási igényt különítünk el, van akinek alacsonyabb támogatásra van szüksége, ezt úgy mondják, hogy egyes támogatás szint, és van akinek meg nagyon-nagyon jelentős az a hármas, nyilván a kettő közt a kettes támogatási szint, csak ugye az benne az izgi, hogy lehet, hogy egyik nap vagy egyik helyzetben egyes támogatási Igen. igény, vagy de lehet, hogy másik helyzetben kettes. Szóval, mikor ezt mondják az emberek, hogy enyhe autizmus, uh -huh. vagy hogy uh, magasan funkcionáló uh -huh. autizmus, abban azért van egy nagyon komoly, hát uh, ilyen, azt hiszem, hogy talán egy elvárás is azzal kapcsolatban, hogy milyennek kéne legyél, ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy akkor ez enyhe autizmus, és felmerül a kérdés, és megkérdeztük azt az autistát, uh -huh. hogy neki belülről az milyen a hivatalos válasz az, hogy egyes, kettes, hármas támogatási igény, és, és azért mondjuk azt, hogy spektrum, mert mert ez tényleg szemétől, helyzettől, nagyon sok, mm. és hát nyilván a környezettől iszonyatosan mm -hmm. függ, az úgy másokkal komplexebb. Mm -hmm. Ezekről mind fogunk beszélni. Remélem, részben a, a maszkolásról is eszembe jutott, amit említettél, meg még mindig kicsi Dustin Hoffmanról, mert hogy így elkezdtem gondolkodni azon, hogy azért ez az esőember figura nagyon beégett a fejekbe, részben a, a különleges képességek miatt is. De ugye ennek a figurának jellemzője az is, hogy egy férfiról van szó, egy fehér, fehér férfiról férfi van szó, egy olyan emberről van szó, aki, ha jól emlékszem, azért gyerekkorától kezdve tudja az ő diagnózisát. Tehát ezek azért eleve olyan tényezők, amik izgalmasan alakulnak a különböző neurodivergens állapotoknak a tekintetében. Hogyha ezeken egy picit végig megyünk itt a maszkolás kapcsán, nők esetén én most... Olvastam nem olyan régen egy olyan kutatási adatot, 2022-es Ausztrál adat. Uh, ott azt írta a szerző, hogy az autizmussal élő nők 80%-át nem diagnosztizálják 18 éves korukig. Ez lehet, hogy országonként változik, sőt biztos, de hogy azért mutatja ennek a, ennek a hogy mondjam, jelenségnek a, a nagyságrendjét. Igen. Um... Miért van ez? Hmm. A fejemben válaszolgatok, és akkor majd igyekszem. Oké, okay. jó, De persze. De kérdez vissza, hogy jó. Ö, ugye az, onnan indulunk, hogy a, az első leírásokkor az autizmusok kapcsolatos leírásokban zömében Fiúkról, kisfiúkról írnak. Ö, és egyébként Asperger már az ő leírásében megjegyezte, hogy milyen meglepő, hogy az autisták zömében fiúk voltak, lányok is. Mm. Nem igaz, hogy nem voltak, de lényegesen ritkábban. És ö, ö, és aztán idővel ugye a fiúskák alapján diagnosztikus kritériumok születtek, ö, ö, kérdőívek mm. születtek. És ezeket mind az alapján írták meg, ami a fiúk autizmusa volt ez egy kicsit pontja a megfogalmazás, de hogy az az autizmus, amit a fiúkon keresztül megismertünk. És, és csak, csak az elmúlt 10-20 év, de abban aztán elképesztő nagy változás, ez, a, ez az időszak hozta meg azt a felismerést, hogy hát lehet autizmussal beszélni akkor is, amikor ez a fiúkhoz kötött ö, ö, viselkedés mintázat, ez nem jelenik meg, mégis a gondolkozás szintjén ugyanazok mm. a küzdelmek jellemzőek lehetnek az autistrányokra is. Ö, és, ö, és majd a maszkolásra is visszatérünk, mm. de csak hogy egy, egy, még egy mostani adattal én is ezt így mm -hmm. még ö, díszítsem. Nagyon izgi, hogyha úgy nézzük a diagnosztizáltokat, hogy diagnosztizált fiúk és diagnosztizált lányok, akkor egyébként a nagy átlag az az, hogy három-négy fiúra, diagnosztizált fiúra jut egy diagnosztizált lány. Uh -huh. Hogyha nem ö, annyira, ö, tehát nem átlagos értelmi képessége mellett van az autizmus, hogy az autizmusnak nem része az intellektuális uh -huh. képessége van. De ha társul hozzá, ami nyilván azért a támogatási igényt általában, emeli, akkor látványosabb, és akkor jobban észrevesszük. Tehát uh -huh. a lányok közül azokat ismertük föl korábban, akiknek volt társuló, vagy intellektuális képesség zavara, vagy ö, nyelvi fejlődési zavara, uh -huh. vagy azokat, akiknek valami nagyon látványos más, például ADHD társuló uh -huh. diagnózisa is van hogyha csak autizmus, mondjuk ez nagyon ritka, hogy csak autizmus, de hogy ha így nincsenek ezek a látványos eltérések, és az autizmust keressük, akkor valóban a diagnosziáltak költ ez az arány. De képzeld el, hogyha azt csináljuk, hogy és voltak bőven ilyen kutatások, hogy azt mondjuk, hogy most innentől, nem tudom, a Szélkámán térig minden nyolc éves gyereket szűrünk, uh -huh. és megnézzük, hogy ki kvalifikálódna már ki az, akit uh -huh. diagnosztiálnánk autómusra, akkor csökkened az arány, uh -huh. és akkor már, az, akkor már azt látjuk, hogy kettő-három fiúra jut egy lány. Uh -huh. És hogyha ha pedig azt csináljuk, hogy teljesen elhagyjuk a szülést, és azt mondjuk, hogy jöjjetek ide ti, akik azt gondoljátok magatokról, hogy autisták vagytok, mondjuk felnőttek esetén, akkor szinte szinte, tehát, hogy akkor ilyen 1,7 az egyhez, tehát szinte uh -huh. eltűnik a nemi különbség, ami egy uh -huh. nagyon érdekes kérdést vet fel, hogy hol veszítjük el az autista lányokat és nőket. És amit még így el szoktam uh -huh. mondani, hogy, hogy most már nagyon szép, gyönyörű, szép, látványos diagramjaink vannak arról, hogy az utóbbi évtizedben a diagnosztiát autistáknak a az aránya hogyan változik. És ugye azt nagyon sokszor mondjuk, meg beszélünkről, hogy megnőtt a dianonciáltak uh -huh. száma, de ha még egy kicsit mélyebbre nézzünk, hogy kiknek a száma nő igazán, uh -huh. akkor azt látjuk, hogy a 19 év fölötti lányok diagnosztizálódnak, mm. bocsánat, a csúnya szóért szóval most. Mm. Ami azt jelenti, hogy, és ezt mondjuk is így, hogy van egy kihagyott generáció, wow. akik a most fiatal felnőtt, felnőtt autista nők, akikről annak idején fel sem merült bennünk, hogy esetleg mm. a nehézségeik hátterében autizmus áll, illetve azt mondanám, hogy a, a nehézség ez látszódott, és el is mennek gyakran szakellátásba, csak aztán ott nagyon gyakran másodlagos vagy vagy téves diagnózist írnak. És az autista nők esetében ez leggyakrabban a szorongás, a pánik zavar, személyiségzavar, zavar, mm. bipoláris zavar. Olyannyira hogy a, ha most leszűrnénk a felnőtt pszichiátriába megérkező járó- vagy fekvő betegellátásban részesülő embereket, akkor elképesztően nagy többségben vannak az autisztikus jegyeket mutató emberek a neurotipikusokhoz képest. Azért mondom a jegyeket, mert ők nem diagnosztizáltak, uh -huh. de ha szűrnénk őket, hogy mennyi autivonásuk van, akkor bizony egészen komoly hát következtetéseket vonhatunk le, és ez ezek nagyon nagy kutatások nagy nevektől, Francesca Happéktól, meg a, a, a alapvetően olyan kutatóktól, akik évtizedek óta foglalkoznak az autizmussal, mm. és hát ez azért elgondolkoztató olyan szempontból, hogy, hogy mondjuk a magyar felnőtt pszichiátriai ellátásban. Hányan vannak, akik autizmussal foglalkoznak, vagy diagnosztiznak? Hogyan felmerül, alakul ez a az arány? Az arány. Aha. Majd mindjárt arról is kérdeznélek, hogy hogy milyen, amikor valaki középkorúként kezd el rájönni arra, hogy lehet, hogy neki ez a diagnózisa egy nagyon öm, kihívásos, öm, meg más szempontból érdekes élethelyzet, de hogy előtte picit beszélgessünk roma emberekről és autizmus kapcsolatáról, én külföldi kutatásokat olvastam ezzel a kapcsolatban, ott fekete afroamerikai diákokról volt szó, és azért felmerülnek ezek a nehézségek, amiket más tanulmányokban is látunk, hogy ezeknek a gyerekeknek az érzelmi reakcióit a felnőttek, hamarabb olvassák mondjuk düként, vagy agresszióként, vagy eleve sokszor azt gondolják róluk, hogy az életkoruknál idősebbek, és így módon magasabb elvárásokat is támasztanak a kommunikációjukkal kapcsolatban. Szóval van egy csomó olyan dolog, ami így a rendszer szintű előítéletekből jön, de, de ebbe az egész folyamatba is bezavarhat, vagy súlyosbíthatja azt, hogy ezek a gyerekek nem a megfelelő elősegítséget segítséget kapják. Te Magyarországon látod-e ezt a párhuzamot akár roma tanulókkal kapcsolatban? Annyira fontos kérdés, és az egész, tehát minden szinten a diagnosztikus, diagnosztikus munkát befolyásolják az akár tudattalan sztereotípjánk, tehát ez egy iszonyú fontos dolog. Ebben az esetben, illetve, illetve ezeket a társadalmi rételeket, vagy akár a romákat nézve, de beszélhetünk akár az örökbefogadott gyerekekről is, azt, erről nincsen magyar statisztikai adatok a fejemben, mm. de azt, az a, a tapasztalatom mm. azt mutatja, és külföldi statisztikai adatok pedig abszolút alátámasztják, hogy, hogy sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy, hogy mondjuk viselkedészavarnak mm. tituláljuk azt, amit mondjuk egy fehér, nem tudom, jól a szituált más szocioökonomiai státuszú gyermek esetében autizmusként apostrofálunk, vagy vagy az elhanyaguló családi attitűd számlájára írjuk, mm. vagy 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 mondjuk az örökbefogadott gyerekeknél azonnal az a feltételésünk, nyilván ez nem ez nem a semmiből jön, mm. hogy ez egy kötődési zavarból ered, és attól függetlenül lehet egy örökbefogadott gyerek is autista, mm. szóval hogy itt, az, mm. itt azért nagyon komoly, hogy mondjam el, elsikrások tudnak mm. lenni, és, és abszolút érint ez minket is, tehát hogy ez Magyarországon is megnyilvánul. Mm. Tudod, mi jutott még eszembe a... A bocsánatkérésnek így a, a folyamata egy ilyen interakciós helyzet. És ugye akkor lehet, hogy az mondjuk neurodivergens emberek esetében azért úgy, máshogy alakul annak az érzelem kifejezése vagy a kommunikációja az ő nem tudom állapotukból adódóan, és a felnőttek azt mégis esetleg úgy olvassák, hogy hogy ő azt nem gondolta komolyan ezt a bocsánatkérést, és akkor megint egy ugrással eljutunk ezekhez a nagyon fájó előítéletrendszerekhez, hogy mert, hogy ő nem tudom velejéig rossz, vagy szal, mm. hogy, hogy tudod ezek a olyan, olyan Egyébként olyan frappáns és elegáns és tökötletes kutatások vannak mm -hmm. ezekkel kapcsolatban. Most pont tegnap a, a, a Pennsylvania Egyetemen csináltak egy ilyet, hallgatókat vontak be, és ö, ö, remélem, hogy jól el tudom mondani, de lényegében az volt a, az egésznek az volt az értelme, hogy videókat mutattak gyerekeknek, volt köztük autista és nem autista néző és a videókon vagy valami uh, mulatságos uh, dolgot láttak, vagy valami olyat, ami úgy taszítja uh -huh. általában az embereket. Uh -huh. És utána nem kellett semmit csinálni, úgy csak nézni, és közben fölvették az arckifejezésüket, amik, amíg nézik ezeket a képeket. És utána a, az egyetemi hallgatóknak, nyilván a hallgatók közt is vannak mindenféle neurotípusok, de hogy nagyon sok száz hallgatónak levetítették ezeket, ö, a, nem a, amit láttak a nézőink, hanem a nézők arcát és megkérdezték, hogy mi a véleményük ezekről a gyerekekről, hogy mennyire gondolják őket szociálisan sikeresnek, barátkoznának-e velük, szívesen töltenének-e velük időt, meg általánosabban mennyire látják őket furinak. És nagyon érdekes volt, hogy, hogy uh, ahogy végignézték a képkockákat, abszolút a, az autista nézőkkel kapcsolatban volt egy olyan érzése, de egy másodperces uh, képkockákat, mm -hmm. tehát hogy nem az egészet, hanem csak egy-egy másodpercet, meg ilyen egészen pici időablakokat mutattak. Tehát tényleg csak egy ilyen ilyen zsigeri érzésed uh -huh. lehetett azzal kapcsolatban, nem, nem az egészet nézted meg. És abszolút az autista gyerekekkel kapcsolatban, egyébként a, itt lányok voltak csak ebben a kutatásban, uh -huh. volt olyan megélése a hallgatóknak, hogy, hogy valamit valamit fura, és aztán ahogy elemezték képkockáról, képkockára elemezték a, a, az arcokat, és az, az volt a, a, az egésznek a mediátora, uh -huh. tehát az egészet az befolyásolta, hogy mennyire szimmetrikus, mennyire, mennyire szinkron, ritmusában az arckifejezés, a hangtónus, mert ugye uh -huh. tehát, hogy semmi verbalitás nem játszott szerepet, hiszen egy másodperc, vagy uh -huh. egy nagyon rövid, de úgy de a hangtónus, és az, hogy ez mennyire volt egyben, uh -huh. hogy ez mennyire volt megszerkesztett, és olyan egymás az illeszkető, az adott egy olyan érzést a hallgatóknak, hogy ez úgy szimpi, és Na. amikor ebben eltérés volt, valahogy nem illeszkedett uh -huh. ez a, az arckifejezés, a tónus, valahogy pont azzal kapcsolatban volt egy olyan érzésük, hogy ez nem, ez, ez, uh -huh. ez úgy, valami van benne, ami furcsa. És és az is nagyon izgalmas volt, hogy megnézték, analizálták a, ezeket a képsorokat, arra jöttek rá, hogy az autista lányok ebben az esetben hajlamosak voltak, vagy hát az volt rájuk jellemző, hogy akkor is egy picit derűsebb arcat, arcot mutattak, amikor a taszító videókat Aha. nézték. És azért, ha most ezt így teszem Aha. fel, ezt a kérdést, hogy beszélgetsz valakivel, akinek mondasz valamit, ami egy olyan kontextuálisan, olyan információ, ami negatív tartalmú, és a veled szemülő hallgatja, és olyan dervisen reagál, akkor lehet, hogy lesz egy olyan zsigeri érzés, uh -huh. hogy uh -huh. valamit, valami, ne. hát én nem olyat mondtam, aminek most neked így örülni uh -huh. kéne. És hogy, és ez annyira gondolatébresztő azzal kapcsolatban, hogy milyen apró milyen apró dolgokon múlhat ez, hmm. és mennyire meghatározza tényleg. Egy-egy másodpercnyi látott mm. info és az alapján a predikcióink, hogy mire számíthatok ettől a, az illetőtől, az mennyire befolyásolja azt, hogy szeretnék-e veled beszélgetni, mm. vagy mélyebben megismerkedni. Um, nagyon nagyon izgalmas, és rengeteg ilyen van. Most most írtál az igen. Nem, de, de nagyon érdekes. Igen, ez. mert hogy a benyomásformálás abszolút, szakirodalmából abszolút. is, igen, tudjuk, hogy egy-két másodperceken nagyon sok minden múlik. Meg, hogy hát alapvetően az van, nem, hogy nem egymás viselkedésére reagálunk, hanem arra, amit a viselkedéséről gondolunk, ahogyan azt értelmezzük. És akár itt ez is szóba jött, azért ez egy többet emlegetett példa, hogy hogy a szemembe néze az, akivel beszélek, vagy nem. És akkor ez a régi tanár figura, aki mondja, hogy néz a szemembe, ha hozzád beszélek. Igen. És azért azt is tegyük hozzá, hogy amellett teljesen igazra van abban, amit mondtál, és még az is egy mm. picit ezt az egészet, hogy annak a viselkedésnek az adott kontextusban mm. hogy van helye, hiszen mm -hmm. lehet, hogy amikor éppen leszidod a nem tanulót, akkor meg nagyon fura lenne, hogyha ő közben merevenné. Nézneled, és akkor már is azt gondolnád, hogy milyen arrogáns ez a gyerek, <gül> <Igen>. <gül> Ö, nem jut el hozzá a szidalom. Tehát, hogy míg az egyik helyzetben azt várod tőle, hogy úgy figyelsz, hogy rám nézel, kivéve ha, és akkor jönnek a kivételek. Mm. Szóval, hogy, hogy ettől válik az egész annyira bonyolult-e, hogy a kontextus is borzasztóan mm. meghatározza, hogy a viselkedésből mit fogsz, vagy mi, a, mi, az, mi az elvárás, és mi az a predikció, aminek meg kéne felni nehéz lenne szabályrendszer gyártani rá, vagy tudod, ilyen kis kisokost, hogy nem, akkor most így kell csinálni. És hát a kontextusban nagyon benne van a kultúra is, nem, hogy olvastam. Nem tudom arról, hogy, hogy Japánban néha az emberek úgy jelzik, hogy figyelnek a másikra, miközben beszél, hogy sokkal többször közbevágnak. Van olyan kontextus is okay. akkor van olyan, hogy, hogy tényleg nem szabad a másikra ránézni, vagy a szemébe belenézni, alá fölé rendeltségi viszonyoknál. Tehát, amit részben megpedzettél, hogy hogy igazából ki dönti el azt, hogy mi a normális kommunikáció, hogy hogyan kell egymással érintkeznünk és hogy ez mennyire kulturálisan meghatározott, mm. és és hát is még számos tényező által, de hogy szerintem, nem tudom, egy pár száz évvel ezelőtt a mai viselkedésünk minden szempontból megbotránkoztató lenne, mm. és és azért ez nem olyan mértékű mm. idő, tehát hogy nem egy, nem tudom, evolúciós változásról van szó, és mégis annyira, annyira az, hogy, hogy hol, mikor, milyen milyen státuszú emberek között, milyen kultúrában iszonyatos variabilitása mm. van. Mm. Meg talán még az is ide tartozhat, hogy hogy valahogy megértsük egymás viselkedésének a funkcióját. Mm. Én az ilyen, amit angolul most már, ha jól tudom, stimmingnek szoktak nevezni, ez repkedés, vagy, igen, igen. de lehet vizuális ingerekre is kicsit ez az ilyen reakadás, ami így ismétlődik, vagy hogy hogy ezt is akkor értjük el, hogy miről szól. Nem, <laughs> van. És valószínűleg pont, tehát, hogy pont azért nem, és nem is biztos, hogy ez kéne legyen az elvárás, hogy értsük, mert ennyire variábilis, hanem azt hiszem, hogy az lehetne saját magunk felé egy, egy, egy reálisabb elvárás, hmm. hogy meg Megkérdezzük, vagy megkérdőjelezzük a saját sztereotípiáinkat, mert biztos, hogy mindannyiunknak uh -huh. van, és az az viszont nem biztos, hogy az most éppen segíteni fog. És annyira, annyira izgalmas, megkeresett egy egy kollega, aki, aki most téma, az ő témája az, hogy, 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 hogy Grunyalfimovna szukára, vagy talán így mondják, bocsánat, uh -huh. hogy rosszul mondtam, de hogy ő egy olyan orosz pszichiáter uh -huh. volt, aki már a 20-as években írt az autizmusról. És, el, és ő lefordította, én soha nem uh -huh. olvastam uh -huh. ezt, mert hogy nem tudom, se, egyébként azt a német nyelven is megjelent, na mindegy, de hogy ő lefordította. És, és akkor ezt olvastam, és egyébként borzasztó élmény volt olyan szempontból olvasni, hogy olyan módon a külsőleg megítélő, iszonyatosan, hogy mondjam, ilyen szuggesztív leírások, tehát, hogy hogy messze nem objektív. Egyébként, ha most az autizmus kutatáson belül nézzük, akkor csodálatos, hogy miket észrevet, mm -hmm. csak mm -hmm. hogy azt, hogy mondjuk ilyennek szerepeltek benne, hogy hogy lenézi a társait, és, és elkülönül tőlük, és akkor olyankor megjelenik előttem sok-sok-sok autista kisnáim, meg kisfiú, mm. akik nem, hogy nem nézik le a társaikat, hanem, hanem minden vágyuk, hogy ezekkel no. az áhított osztálytársakkal kapcsolódjanak. Csak mondjuk ö, nagyon, hogy mondjam, ö, merev az arcuk. Vagy szóval, hogy kevésbé fejeznek ki arckifejezésekkel érzelmeket. És hogyha ránézel, és azt látod, hogy ő egy ilyen, mm. Akkor azt fogod gondolni, hogy na hát ő így lenézi a többieket. Mm. És hogy olyan szinten értelmezzük félre, a viselkedését a másiknak. És sokszor, sokszor elmondják a kamaszok is, hogy, hogy én nem, nem tudok barátkozni, mert amikor őszinte vagyok, akkor az a baj, amikor nem vagyok őszinte, akkor az a baj, amikor mosolyogok, akkor azt mondják, hogy te nagyon fura vagy, mm. hogy most miért mosolyogsz, amikor komoly arcot vágok, akkor az lesz a baj, hogy én én bunkó vagyok. Mm. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan következtetéseket vonunk rá, ami a viselkedésből Mm. Azt hisszük, hogy egyenes ágon következtethetünk a gondolkodására a másiknak, és ez egy, ez szerintem egy óriási tévút, mert a viselkedés ez nem feleltethető mm. meg annak, hogy te hogy érzed magad és hogy gondolkozol. Bármit elő tudunk adni, meg, meg, meg bárhol, hogy mondjam, ez így csapdás lehet, és és, és hát sajnos mm. a diagnosztikus kritériumaink a mai napi végsősorban viselkedéseket írnak mm. le. Van egy-egy szegmens, ahol azt mondjuk, hogy a nem tudom, gondolkozás sajátossága. Mm -hmm. Hát ugye a gondolkodás ez nem annyira látványos, mint a viselkedés, és a mai napig az van, hogyha mm -hmm. behoznak egy gyereket, aki mondjuk egy kisfiút, és akkor azt mondja az anyukája, hogy sorba a kocsikat, akkor azért már nagyon sok mindenkinek van egy ilyen kép, hogy, hogy, hát igen, az autista fiúk szoktak mm. ilyen. De ha én hozok neked egy autista kislányt, aki körbe rakja az íróasztalát a kindertollás figurákkal, mert tanítja őket, Mm. akkor felmerül benned, hogy az a sorbarakás, mm. az egy ugyanolyan sorbarakás, mint... Mm -hmm. És ez, ez már bőven az a sztereotípia, hogy a fiúkkal kapcsolatban ez így már stimmel, de a lányokkal kapcsolatban meg sokkal kevésbé, meg ezt még egy csomó minden mm -hmm. befolyásolja. Ez szóval izgalmas, hogy, hogy mennyire képesek vagyunk elfelejteni, hogy egy-egy viselkedés mögött mennyiféle motiváció, érzés, gondolat lehet, és meg kéne kérdezük, hogy miért van mm. ez a viselkedés. Mm. Abszolút, és ezen a ponton akkor kicsit a gondolkodási mintázatokról is beszéljünk egy picit, hogy hogy mik ezek, amik jellemzik az autizmust. Mm. Vagy jellemezhetik, nyilván egy igen, nagyon variábilis az, dolog. Az, azért ezen a sóhajón azt hiszem, hogy, <haz> hogy és azt is hozzá kell tegyem, a. hogy mondjuk most a Hála Istennek van egy ilyen lehetőségünk, hogy egy, 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 egy ilyen felnőtt vagy hát egy, egy szakirányú továbbképzést tudunk indítani, és ott például erre a kérdésre 80 órában a. szeretnénk választ adni. Úgyhogy most semmiképpen nem ja, szeretném ja, ja. zanzásítani három percre. De, hogy, de. de hogy, hogy azért nyilván nagyon sokan foglalkoztak ezzel. Ebben is gyönyörűen követhető a gondolkodásunknak a mm. változása, mm. mert amikor elkezdtek ezzel foglalkozni az autizmus kutatásban, akkor feltétlenül valami hiányosságot kerestek. Mm. Mindenképp mindenki azt, azt a mm. hiányzó láncemet kereste, azt a deficitet, ami megkülönbözteti az autizmust a nem autizmustól és vagy vagy neurotipikus léttől, és azért a mai ö, szellem meg már nem feltétlenül a hiányosságokat keresi, hanem iszonyan jók azok a kutatások is, amik azt nézik, hogy miben erősebbek mondjuk az autista gyerekek általában, vagy, vagy mi az, amiben láthatóan mondjuk ö, könnyebben tudnak akár kapcsolódni egymáshoz autista emberek, mert hogy ők is tudnak, csak nem biztos, hogy abban, amiben a neurotipikusok. És, ö, és ugye a deficit modellek közül, amik a legrégebben kutatott és leghíresebbek, azok az egyik az a, az a, a naív tudatelmélettel foglalkozó teória, aztán van egy, ami a végrehajtó funkciókkal operál, és van egy, ami pedig a, a, azzal a gondolkási vagy kognitív sajátosságunkkal, hogy a nagy egészet, vagy az apró részletet uh -huh. értelmezzük. De izgalmas ez is, mert mert, ugye régen azt mondtuk, hogy ez a centrális koherencia probléma, az, hogy egy autista elme hajlamosabb lehet a, a, az apró részleteket ö, észrevenni, és Magyar úgy mondom, hogy nem biztos, hogy látja a fától az erdőt, hogy ez nagyon sokáig tartotta magát, de azért ma már ennél sokkal szofisztikáltabb tudásunk van, amit lehető most nem lenne annyira mm -hmm. izgalmas. Ez a három alaptézis mm -hmm. volt, ahonnan kiindultunk, és aztán... Azt még mondjuk hát csak nagyon Jogottan. röviden, Jogottan. hogy a naív tudatelmélet alatt mi a pár dolog, amit értünk, meg a végrehajtó funkciók Jó. alatt. A, tehát a naív tudatelméleti deficit az, és egyébként ez a legrégebbi mm. elmélet, és... és, és, és gyönyörű, hatalmas nagy kutatások állnak -e mögött. Ugye ez az azt feltételezi, vagy ugye azt mondjuk, hogy van egy veleszületett sajátosság a, a neurotipikus embereknek. Ö, az, hogy gondolatot, szándékot ö, tulajdonít, vélekedést mm -hmm. tulajdonít a másik embernek. Ö, és ö, és hogy ez, ez, szépen fejlődik magától természetesen. Persze az is kérdés, hogy aztán a fejlődésben mi kellenek az, hogy ez segítség, vagy ez így szépen alakuljon, hiszen mentalizációs problémát látunk azért nem csak autizmusban. És, és akkor az volt a feltételezés, hogy az autista embereknél ez ez, ez nem működik jól, tehát nem tudnak ügyesen mentalizálni, uh -huh. vagy nehézségük van a, az automatikus, ösztönös implicit mentalizációval, uh -huh. hogy ők azonnal... Ez egy olyan program, ami, ami nem úgy fut, hogy gondolnod kell rá külön, hanem lekapcsolhatatlanul ott van a fejben. Uh -huh elméletileg, hogyha neurotipikus vagy. És és persze ez is különböző mértékben lehet hibás, tehát, a, vagy lehet, lehet benne eltérés. És olyan is van, hogy nem biztos, hogy látjuk ezt ilyen markáns uh -huh. deficitként, vagy nem is nagyon látjuk. És nagyon sok olyan autista van, aki, aki, hát úgy mondanám, hogy meghekkeli. Tehát így kiátsza uh -huh. ezt a uh -huh. problémát, mert, mert mert már úgy feltételezi, hogy oké, okay, itt lehet valami, amit én nem látok, mi lehet az. Uh -huh. Csak akkor ez ugye egy kognitív befektetett energia árán tud uh -huh. megvalósulni, ami iszonyatosan fárasztó. Uh -huh. Tehát az, hogy ez nem feltétlenül jön ösztönösen, az azt jelenti, hogy, hogy neked folyamatosan erre tudatosan oda kell figyelni, és a nap végén ez borzasztóan fárasztó lehet. És van olyan autista ő, kisgyerek, aki, aki akiről azt mondjuk, vagy azt, a viselkedés alapján azt feltételezett, hogy nem is vagy nem is tekinti mondjuk a mellette levő személyt személynek, hanem mm. tárgyként kezeli. És, és van olyan, aki pedig pszichiáter lesz, mm. vagy pszichológus mm. és autista, és róluk meg nem gondoljuk mm -hmm. ugyanezt, mm -hmm. tehát, hogy nagyon változó, hogy ez milyen mértékben nehezíti meg mondjuk mm. az életét egy autista személynek, és, és ugye azt is kimutatták hogy szóval minden kutatás egyetért abban, hogy végső soron egy ilyen deficit nem hibáztatható, vagy hogy mondjam, hogy nem. Valószínűleg soha az életben nem fogunk találni egy dolgot, Aha. ami az autizmusban az eltérés. Nagyon sok, nagyon sok új, izgalmas, érdekes, gyanús sajátosság van, ami aztán újabb és újabb ilyen elméleteket szül. Mm. És szerintem, szerintem, szerintem én meg tudok nyugodni abban, hogy annyira színes, és annyira sokféle és az, pont a spektrum jelleg az azt jelenti, hogy ez nem ez valószínűleg sosem egy dolog lesz. És szeretem is ennek a, a sokszínűségét. Nyilván hát olyan szempontból nehezebb, hogy sokan nehezebb megérteni. Mert mm. Nem biztos, hogy mindenki hétfőn este Pennsylvania egyetem, nem tudom, miket akar olvasni, nem is baj. És, és mennyivel könnyebb megérteni azt, hogy hát, hogyha a gyerekemnek nem, tudom, nem úgy hajlik a lába, akkor ő nehezebben tud futni. Az olyan mm -hmm. egyértelmű, mert ez a mozgás szervencene meg ennek a dolognak mm -hmm. a funkciója, mm -hmm. és mm -hmm. akkor a tesi tanár is milyen ügyesen fog tudni empatizálni azzal, hogy hát ennek a gyereknek nem úgy működik a lába, akkor nem fogom megversenyeztetni a sportpályán a többiek akiknek meg úgy hajlik. Az autizmussal kapcsolatban, bár nagyon szükségünk lenne erre, hogy erre ugyanerre uh -huh. az empatikus, ö, sőt, ez az empátiát meghaladja, szerintem odafordulásra, ö, de mivel nem látod, hogy a másik uh -huh. embernek mi a nehézsége, nagyon gyakran a, akár a legjobb szándékkal és nagy tudás ellenére is egészen Egészen abúzív lehet, mert, mert nem feltételezed. És, és, és ez, ez azért, szóval ez megnehezíti. Nagyon mm -hmm. sokszor mondják a szülők, hogy mert nem tud a tudomány semmit az autizmusról, mert nem fejlődött mm -hmm. semmit a kutatás, iszonyatosan sokat fejlődött, mm -hmm. csak nagyon nehéz lenne. szóval nagyon nehéz sokszor lefordítani ezt egy olyan módon, hogy ez ne torzítson túl, mint például a, nem tudom, szenzi, a szenzorosság témája is, hogy tudod, ezek így lekerülnek ö, ö, olyan szintre, hogy már mindannyiunknak elérhetőbbnek tűnik a mm -hmm. tudás, és minél jobban egyszerűsítjük, annál jobban torzul, és akkor Aha. a végén már ilyen egészen fals gondolataink vannak arról, hogy miről is van szó. Ettől függetlenül én iszonyan hiszek abban, hogy minél többször, többféleképpen és ügyesebben beszélünk mm. ezekről a dolgokról, annál. Precízebb vagy árnyaltabb tudása lehet bárkinek az autizmusra, és az mondjuk szerintem feladatunk, a. hogy ezt ne adjuk föl. Világos, persze. Igen, a végrehajtó funkciókat azt nem mondtuk jaj. el annyira, de az. De nem csak gátló egy, funkciók, vagy. döntéshozatal, így van, ilyesmik tartoznak így van, bele. Így van. az, hogy például bármi, ami ahhoz kell, hogy te egy távoli, jövőbeli a. célért végig eltervezve, amit végigcsinált, közben amit nem fontos, azt arrépted, mm. Nagyon izgi az is, hogy hogy motiváld magad, hmm. ami azért az, az autista gyerekek zöménél hmm. nagyon izgalmas, hogy ami belülről motiváló, az jöhet, és a csillagot lehozom hmm. az égről, de ami nem érdekel. Na! ott ah. próbálja meg valaki motivációt csiholni, ah. mert azért ez nem egy egyszerű dolog, és akkor még ebben benne van az autonómia kérdése is, hogy, hogy rámerőltetik ezt kívülről, vagy én akarom, vagy, vagy, vagy csak, a, vagy csak a, a lehelete annak, hogy valaki azt akar, hogy én csináljak valamit, amit én na szóval ez messze visz, mm. de hogy mm. igen ez egy, ez egy ilyen nagyon sokrétű ö, ö, képességünk, vagy egy kognitív funkciónk, mm. ami autizmusban meg egyébként ADHD-ban is érintett, és megnehezíti ezeket a viselkedéseket, hogy mm. mondjuk egy távoli célért motiváltan dolgoz. Mm. És milyen, milyen, ez is mennyire, szóval milyen durván ö, sztereotipizáljuk, vagy azt mondjuk, hogy hát ez fegyelem, meg önuralom, meg nevelés kérdése. F pláne ez. Tehát a kemény munka, a kitartó munka, az itt szerintem, nem tudom, hogyha egy kültönbe mm. belevésték volna, mm. hogy ez a nevelés, fegyelem, és egyébként meg, hogyha megnézzük kémiai szinten, meg a zagyi működése szintjén, akkor sajna se nem nevelés, se nem a csodálatos akaraterünk, meg mm. fegyelmünk, hanem az, hogy mondjuk a dopamin pályáink hogyan működnek mm. meg. Szóval, hogy ez a mítosz, hogy milyen nagy dolgokat csinálunk itt nevelésen, meg mm. <sítható> <sítható> egész más. Igen, igen, van itt egy pár mítosz ezzel kapcsolatban, meg hogy egyáltalán a teljesítmény, mint az értékes emberi életnek a mércéje, Olyan. ugye ez is Olyan. egy ilyen nehéz ö, témakör, de hogy közben az jutott eszembe, meg részben ö, ígéretet is tettem el, hogy picit még beszélgetünk arról a, az autizmussal élőknek az eltűnt generációjáról, akikről részben ö, szó volt, hogy hogyan látod, miben segít embereknek az, hogyha felnőttként, fiatal felnőttként, középkorú emberként valahogy így rálelnek erre a diagnózisra? Nekem tényleg kicsit LMBTQ mozgalomból picit egy ilyen előbújási folyamat hmm. jutott eszembe, vagy, hmm. vagy valahogy olyasmi horderejű dologként képzelem el ezt az egészet, hogy te mit látsz, hogy, hogy ennek tényleg mi a jelentősége valakinek az életében, illetve abban, ahogyan ő aztán a környezetével tud kommunikálni a szükségleteiről, az igényeiről. Um, és ez hogyan zajlik. Nagyon, nagyon szóval egyetértett teljesen veled, és nagyon, nagyon ö, fontos is szerintem ezt a párhuzamot elővegyük. Mm. És mint aki ismertebb, vagy szóval, így érted az mozgalomnak is a, az alapjait, azt is tudod, hogy az nem úgy van, hogy egyszer előbújok, hanem onnantól kezdett egy folyamatos mm. coming vagy az egy állandó, az egy állandó újra és újra, és újra előbújás minden helyzetben. És ö, én azt látom, nagyon hasonlóan, mm. tehát a kettőt tényleg ilyen szempontból, szóval iszonyatosok pározom van. Mm, majd erre igen, igen kiválhatjuk. De, de, de hogy az a, alapvetően a, a nagyon sok felnőtt nek az, a, az az élménye különböző nagyon szép képeket mm. tudnék erre hozni, hogy hogy, hogy egész életembe éreztem hogy keresem a szót arra, hogy mi ez, hogy mi, mm. mi történik velem, keresem a magyarázatát, és már minden, minden, hol voltam, meg már mindent, és valahogy sose éreztem azt, hogy megmagyarázza. A nők, akikről beszéltünk, hogy már van mindenféle 3-4-5 betűs szó mm. diagnózisuk, mm. nagyon sokszor érzik azt, hogy igen, igen, jó, oké, értem, volt a persze, oké, értem. Meg igen, igen, igen a ADHD, mm. oké, de hogy valahogy mindig ott van ez a, ez, a, ez a, de még mindig nincs meg, mm. és akkor mm. egyszer csak a, a, valahogy a, a diagnózison keresztüli megértésnek, ezt nem győzem eléggé hangsúlyozni, a diagnózisa önmagában nem sokra megyünk, de ha a diagnózison keresztül, te meg tudod érteni a saját működésed, a reakcióid, mm. azt, hogy, hogy miért Miért van az, hogy helyzetekben neked mondjuk nehézség valami, ami látszólag másoknak nem nehéz, az egy olyan mértékű és minőségű önvalidálás, és validálási lehetőség hmm. aztán később, ami, ami nélkül nagyon nehéz elképzelni azt, hogy nem traumatizálódsz hmm. az életed során. Most hadd mondjak egy példát. Hmm. Um, van egy, egy felnőtt, és egyébként a klasszikus társadalmi elvárásoknak nagyon is megfelelő, mondjuk doktornő, aki aki érti, hogy hogy mondjuk a vendéghívásnak annak az a menete, hogy azt mondod, hogy négyre jöjjenek, de nem mondod azt, hogy hatkor meg menjenek. Mm. Hanem így van egy meghívás, meg vacsor, aztán majd mennek, amikor mennek. Mm. És akkor azt mondja nekem, hogy, hogy ő, ő egyébként nagyon szereti ezeket a helyzeteket, és milyen jó lenne, a ki lehetne írni, hogy 4-9-ig tart a vendégség, Aha. és én 9 órakor jutok el arra a pontra, hogyha most nem mentek el azonnal, <laughs> akkor én valószínűleg Aha. sikítani fog, de hát ezt nem tehetem meg. Tehát mit tehetsz? Bebújsz a konyhába, foglalkozol egy kicsit az evőszközökkel, nem tudom, ö, mosogatással vagy a desszerttel, ha, ha van ilyen uh -huh. lehetőséged, de és akkor mi van, ha még mindig nem mentek ja. el? Akkor utána jön az, hogy te leszel a nem tudom, ö, ö, nem megfelelő vendéglátó, aki már ö, nem nevet annyira hangosan a vicceken, meg, és iszonyatosan szenvedettől ez a doktornő, Aha. és és, és az az élménye hosszú évtizedek óta, hogy, hogy ő, ő egy ilyen csapnivaló, Aha. és hogy nem felel meg ezeknek a, mm. az elvárásoknak. Egyébként is a házi asszonyoktól, a nőktől elvárjuk azt, mm. hogy ők ebben olyan otthonosan mozogjanak, és röpködjenek a társalgásban, és mm. legyenek viccesek, és welcoming, vagy olyan szóval melegek, mm -hmm. és nem tudom, hogy mondja ezt, tudod, ilyen nagyon... Igen, hát, vendég vendégszerető Igen, igen. És akkor azt érzi, hogy hát így Hát ez nekem tökre nem a. megy. És hogy én már alig várom, hogy elbújjak a szobámba és olvassak valamit. És egyébként, a, ha megnézed a könyvesbolt, tehát minden van rajta, és minden már, nem tudom, mindent elolvasott mm. ötször, meg viszi magával mm. a rongyosra olvasott könyveket. És, és mondjuk úton-útfélen a családjával, a férjével, az anyósával, a, nem tudom, anyukájával újra meg újra konfliktus szül az, mm. hogy senki nem érti, hogy ő miért nem képes ezeknek az elvárásoknak könnyedén megfelelni. Mm. És ő mm. elkezdi azt érezni, hogy vele valami inherens. Tehát valami, valami eleve el van romolva, valami mm. probléma van, mert mert ő belül azt érzi, hogy egyébként 9 óra 0-0-ától ő legszívesebben sikítana. Mm. És akkor ez egy pici és viszonylag, hogy mondjam, ártalmatlan példa ahhoz képest, hogy mennyi ilyen gyűlik össze, Uh -huh. És ott vagy felnőttként, és végre azt mondja valaki, hogy figyelj, annyira normális, uh -huh. vagy természetes, uh -huh. vagy érthető az, hogy te 9 óraig tartottál, uh -huh. mert a szociális akkumulátoraid addig voltak töltve, uh -huh. és mint minden kütyűt egyébként, amiről pontosan tudjuk, hogy akkor fog működni, hogy a föltetted uh -huh. a töltőre, ha lemerült, nem működik. Uh -huh. Magunkkal nincs meg ez a nagy lelkűség, tessék nyomnia. Öm, melegszívű házigazda Őja. szerepet, amíg csak bírod. És hogy ez apróság, de ennek az embernek az életében lehet, hogy, hogy, hogy az életminőséget megváltoztató felismerés lehet az, hogy gyerekek. Én nagyon szeretlek egy gyertek vendésébe, és tudjatok róla, hogy én kilencig vagyok erre képes, és kilenc a tíz perctől a férjem fog titeket szórakoztatni, mert én utána már szeretnék menni, és ettől függetlenül én titeket szeretnek, jó, hogy vagytok, Szeretnék a barátotok lenni. Olyan sok mindentől megkimelhetnénk magunkat, és a, de ahhoz kell valami, ami. Tehát sokszor az van, hogy, hogy neki kell ehhez az, hogy, hogy de én, hogy mondjam ezt Aha. el. És akkor Aha. nem mindenkinek kell a validáláshoz, de azért nagyon sok mindenkinek az, hogy megértsék, hogy nincsenek elromolva, nincs velük semmi baj, uh -huh. nekik így működik a szociális akkumulátor, és az elég ahhoz, hogy jól legyenek. És nyilván tömérdek, tehát ilyen iszonyú mennyiségű példa van még arról, hogy. hogy Eljátszom az iskolában, hogy, hogy, hogy minden érdekel, és milyen jó, és akkor hazamegyek, és nem tudom, három órán keresztül nem tudok megmozdulni, mm -hmm. annyira fáradt vagyok. Mm -hmm. És akkor jönnek a szüleim, vagy akár a, nem tudom, pszichológus, aki azt mondja, hogy ez a, hogy ez a gyerek az otthoni környezetben depressziósnak tűnik, tehát biztos valami mm -hmm. otthoni probléma, mm -hmm. vagy a szülő elkezdi őt kicsit macerálni, hogy miért vagy ilyen lusta. Mm. Tehát, hogy Érted, megint ezek a belelátunk abban félre a... Félrecsúszik a dolog nagyon. És, és, és szerintem egy középkorú ember esetében olyan mennyiségű ilyen félrecsúszás mm. lehetősége merült már fel, hogy szerencsések azok, akik, akiknek nincsen ezek között komolyan traumatikus élmény, a többségnek van és, és azért ez egy komplex és hosszú időn át tartó újra és újra traumatizálódás, és ebben bizony nagyon durván benne van a kisebbség, mm. és te ezt nagyon durván benne van a, mm. az állandó mikroagresszió, mm. és akkor előbb bújsz, vagy azt mondod, mm. hogy kezdjétek el, mm. hogy most már én mondhatom azt, hogy kilencig van, vacsi, mert és akkor azt mondják, hogy tényleg, de nem is tűnsz autistának. Oh. Egy Vagy azt mondják, kivelezés. hogy. Az te nem lehet autista, mert a szomszéd gyereke autista, és ez nem így néz ki. Tehát, hogy na és akkor onnantól közve Aha. kezdve jön ez a következő. És, és van olyan felnőtt, aki azt mondta, hogy én egy darabig a darabig az volt, hogy felhúztam magam. Akkor jött az a fázis, hogy magyaráztam, ha kell, ha nem, mindent az autizmusról mindenkinek. És most meg már az van, hogy így mondják. Ja. <gül> <gül> és hogy <laughs> ebben is vannak szerintem, tehát nyilván a megküzdésem <laughs> múlik, de azért egy, nem tudom, 35 évig élményeiben, állandóan invalidált, meg nem értett mm. ember, azt hiszem az esetek zömében eléggé ki van éhezve arra, hogy valaki végre megértse, és ebben tud nagyon sokat segíteni az, hogy hogy a, a, a diagnózis által egy olyan megértés vagy útmutatót kapnak saját magukhoz, ami, ami az elejét jelentheti annak, hogy életükben először saját magukhoz jók legyenek, mm. vagy a többi embernek, a körülöttük levő, és akár őket nagyon szerető mm. embereknek tudjanak abban segíteni, hogy őket hogy kell jól szeretni. Mm. És erre szerintem mindannyiunknak szüksége van. Ugyanúgy szüksége van bármelyik idegrendszerű embernek erre. Mm. És visszafele is gondolom, hogy sokat oldhat így az önhibáztatásból, vagy egyáltalán segít abban, hogy a, a régebbi élményeit is és jobban tudja valaki értelmezni. De közben az, az is eszembe jutott egy párhuzam lehet az LMBTQ mozgalommal kapcsolatban, hogy hogy ugye ott is még ma is vannak konverziós terápiák, átnevelő terápiák, ennek az ilyen durvább és lájtosabb formái, miközben tudjuk, hogy ezek nem hatásosak, és ráadásul nagyon durva pszichés terhet rónak azokra, akik ezt elszenvedik, és tényleg nagyon komoly mentális egészségbeli nehézségek alakulhatnak ki tőle, tehát kifejezetten károsak. És akkor itt bejön az, amiről részben már beszélgettünk, is ez a viselkedésnek a, a szintje a neurodivergens állapotoknál, hogy sokszor, vagy hát vannak arra irányuló kezelések, nem, amik picit az ilyen, vagy módszerek, amik a, a viselkedést próbálják átalakítani, és ahhoz vezetnek, hogy ezek az emberek ne látszódjanak annyira Igen. neurodivergensnek. Hogy ezekkel hogy állunk ma, azért gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős szemléletváltás. Nagyon jelentős szemléletváltás, és... Öm... Nagyon, szóval a, a az autista, ö, ö, sz, tehát azt látom, hogy most mondjuk van is egy ilyen, nem tudom, ördögűzés egy picit a, mondjuk az abaterápiákkal kapcsolatban. És érthető az a része, hogy ami annak idején kezdetben az abaterápia volt, ez egy tök súlyosan abúzív mm. terápiás módszertant is jelentett, és azt is hozzá kell tenni az igazság kedvéért, hogy hogy azért amit ma, és illetve hát eleve már ez, hogy abaterápiának hívjuk, hát ez maga az... Ez, ez visel... az alkalmazott viselkedés elemzés. De igen. hogy ez önmagában egy módszertan, még önmagában mm -hmm. semmi mm -hmm. terápiáról nem beszélünk. Mm -hmm. és Egyébként meg ő, a, 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 én ismenek olyan mm. kiváló ezzel foglalkozó szakembert, mm -hmm. aki szerintem a leg, hogy mondjam, neuroaffirmatívabb Aha. módon tud ezzel a tudással bánni. Tehát nem, nem gondolom azt, hogy mindenki, aki, aki viselkedés mm. megfelelős vagy ilyen applied behavior analysis-t mm -hmm. végez, az egy megáltalkodott szörnyű. És még azt is mellé kell tegyem, hogy ehhez képest mondjuk a magyar ö, protokollban ugye az szerepe, hogy a szociális kommunikációs készségfejlesztés az autista gyerekeknek, uh -huh. azt uh -huh. nem űzzük tűzzel vassal, mint az abát, Aha. pedig azért a szociális kommunikációs készségfejlesztésnek ritkán része az, hogy és te egyébként hogy érzed ah. magad, és az, hogy fogod kifejezni. Ah. Tehát ha már ott tartunk, hogy maszkolás, meg hogy uh -huh. az, az autista identitás, meg az autista, hogy mondjam, embereknek a mentális jóléte, uh -huh. amiben az van, hogy te érted magad, a működésed, ezt tudod képviselni, hogy azért ehhez olyan nagyon sokat egy ilyen klasszik, szociális, kommunikációs későfejlesztés önmagában nem biztos, hogy uh -huh. hozzád, vagy inkább egy picit óvatosabban azt mondanám, hogy szuper fontos lehet, uh -huh. És emellett az is nagyon dolgunk lenne, hogy abban segítsük azt az autista kíséreket, hogy nézd, a neurotipikusok így fejezik ki azt, hogyha fáj valami vagy dühösek, ezt így meg így tudod értelmezni, és azért nézzünk rá arra is, hogy és te hogy tudnád ezt kifejezni, mert nem biztos, hogy neked azt a módszert kell használni, amit a neurotipikusok. Cserébe viszont, ahhoz, hogy te surlódásmentesen tudj velük működni, ahhoz nem árt, ha érted, és ezt szóval nagyon egyszerűen úgy mondanám el, mint hogy a nyelvet tanulnánk. Ne fel, nem kell elfelejtsd a mm. te anyanyelved ahhoz, vagy ö, nem csak, hogy elfelejtsd, hanem szégyelve mm -hmm. elbújtast mm -hmm. ahhoz, hogy, hogy hogy ügyesen tudj beszélgetni egy másik nyelven, ugye? Mm -hmm. És hogy, hogy egy kicsit ilyen az autizmus meg a neurotipikus interakció, hogy... hogy hogy neked nem kell nem autistává mm. válni, vagy el, nyilván ilyet nem is tudsz csinálni, de hogy hogy elrejteni a saját identitásod ahhoz, hogy tudj jól működni, és persze ehhez nagyon klassz a szociális kommunikációs készségfejlesztés, hogy megtanítják, hogy figyelj, neurotipikuséknál ez így van. Mm. Ö, de hogy ez egy, ez egy párhuzamos validálás, mm. annak a validálása, hogy Se a neurotipikusok nem rontanak el semmit, se ti nem rontatok el semmit, sőt, még azt is érdemes lenne behozni, ami egyébként már tíz éve tudjuk, de még mindig nem mm. beszélünk róla, hogy a félreértés oda-vissza van. Ah. Tehát, hogy az autistákat, a neurotipikusok, de a neurotipikusok, tehát, hogy mind a két csapat kölcsönösen félreérti mm. egymást. És Mind a kettően nehéz a másikat, szóval ha már nyelvtanulásnál vagyunk, akkor hát egy kicsit az is lehetne, hogy mindenki hmm. mindenkit tanulja, nem? Mert hogy hogy az is nehéz, hogy oké, okay, ők vannak kisebbségben, óriási kisebbség egyébként, ha. tehát hogy azért ez egy hatalmas nagy kisebbség, amiről beszélünk, de nem biztos, hogy hmm. csak tőlük várható el, főleg, hogyha azt mondjuk, hogy hát a neurotipikusok olyan ügyesen, rugalmasan gondolkoznak, akkor lehet, hogy le, lehetne ilyen autista nyelvletként venni egy kicsit pedagógusoknak, orvosoknak, mm. pszichológusoknak, mm. és egyébként van is ilyen, és nagyon nyitottak is rá, és, és én, én ebben látom a, a megoldásnak az egyik kulcsát, hogy, 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 hogy ahogy tanítjuk a kicsi autista gyerekeknek, hogy nézzétek, ezek a szabályok mm. ebbe a világba, ezekkel a szabályokkal, ezek ismeretével tudtok ti majd jól navigálni, és közben tanítsuk meg a neurotipikusokat is arra, is, hogy figyeljetek rá, hogyha ott van előttetek egy kisgyerek, aki nem tudom, ö, lesüti a szemét, akkor az nagyon sok okból lehet, és, és, és várjunk hmm. mielőtt így azonnal, hogy mondjam, azonnali reakcióval azt mondjuk, hogy ő szégyenlős. <laughs> Igen, igen. És még kicsit itt a megváltoztathatóságnak, megváltoztatandóságnak a a témaköre kapcsán, hogy ugye a neuroaffirmatív szemléletnek, tehát a neurodivergens emberek megerősítésére vonatkozó szemléletnek az egyik ilyen központi része, ez talán nem, hogy, a, hogy őket a... a pozitív identitásukban segítsük megerősödni. Igen. De közben meg, és ez is hasonló az a LMBTQ témához, hogy amikor egy szülő ö, rájön arra, vagy elkezd ez a, ez a dolog felvetődni, hogy lehet, hogy az ő gyereke érintett, akkor sok emberben azért van egy ilyen hárítás, hogy hogy vagy próbálja egy ideig azért úgy nem észrevenni a mondjuk a tüneteket, vagy a jelenlemm, uh -huh. vagy a, nem, az ilyen különböző vonásokat, vagy, vagy, vagy sokáig még azt kívánja, hogy így ez, ez bár ne történjen meg. Tehát, hogy hogy ott is egy ilyen szemléletváltást igényel, az nem, hogy én miért küldöm szakemberhez a gyereket, azért, hogy a tüneteit lejjebb csavarjuk, uh -huh. vagy mondjuk LMBTQ emberként őt megváltoztassuk, uh -huh. vagy, vagy hogy tényleg ő az ő adottságaival, jellemzőivel, sajátosságaival megtalálja a helyét a világban, ami ebből adódik, tulajdonság azt ő a leginkább tudja kamatoztatni. Tehát azért ez egy ez egy különböző mentalitást igényel, nem? Egész, egészen, és, és, sok, sok válasz kezdeménye született így a, fejemben azzal kapcsolatban, hogy, hogy szerintem ezt nem hangsúlyozom én sem eléggé. De hogy a neuroaffirmatív szemlélet, az nem, és egyáltalán a neurodiverzitás, mint mozgalom, az nem azt mondja, hogy te autista vagy, és akkor felteszem a kezem, és te mm. legyél autista, mert az úgy neked jó lesz. Nem lesz jó önmagában az, mm. hogy ezt mondod, mert ebben a társadalomban ezekre az elvárásokkal, meg ebben az oktatási rendszerben, meg ebben a kulturális mm. millióben kell jól legyél, vagy hát itt mm. szeretnénk. Mm. És ez azt jelenti, hogy hogy azon túlmenően, hogy felismerem, validálom, értékesnek, meglátom benne az mm. értéket, az erősségeidet is figyelembe veszem, óvatosan látok bele bármit is a viselkedésedben, mielőtt megkérdezném, hogy hello, miért csinálod, vagy mm. mi, mi, mi a gondolatod most az érzésed, amellett az is egy nagyon fontos feladatunk, hogy megfelelő támogatást adjunk ezeknek az embereknek. Tehát ezt, ezt én lehet, hogy hajlamos vagyok mm. kevésbé mm. hangsúlyozni, de hogy, hogy azért itt arról van szó, hogy most ott tartunk, hogy a, a, az autizmussal dianosziai gyerekek, zömének az integrált oktatásban lenne helye. Mm. Lenne mm. helye. És az, hogy aztán hogy jönnek ki szegények az integráló intézményekből, az meg már egy külön kérdéskör lehetne, mert mert nincs el felkészülve szerintem az oktatási rendszerünk, vagy akár a pedagógusok, és nem azért, mert, mert ők rosszak, mert szerintem nem, nem nagyon hiszem, hogy tanultak arról, hogy mit kell csinálni egy autista gyerekkel. Sőt, tovább megyek. Én se tudnék mit kezdeni 30 gyerekkel, úgyhogy van mm. közte nem tudom, mennyi neurotipikus, mennyi, mm. mennyi autista, bármilyen tudással sem, mert az a közeg, vagy hogy ezek a körülmények nem, nem elég jók rá, mm. nem megfelelők. Én sem tudnék csoport támogatást vagy nem tudom bármilyen segítséget adni, 30 embernek azért van annak egy szabálya, hogy nagyjából 8-10 ember jöjjön egy csoportba. Mm. Szóval, ö, nem, amellett, hogy hogy felismerjük, és lesz egy útmutató, amellett mm. utána az is egy nagyon fontos dolog, hogy és, és mit kezdünk mm. a közeggel, mit kezdünk ezzel a család szintjén, hogy dolgozzuk meg, mit fogunk tudni az iskolában ö, akkor mellé tenni, hogyan, hogyan fogjuk tudni úgy alakítani az ő kis életét, hogy ő mindeközben biztonságban legyen. Mert tudod, most ha azt tanítanánk meg az autist gyerekeknek, mindenki, hogy gyerekek lehettek büszkék erre, menjetek, mondjátok, hogy autista vagyok, talán még több szociális karambolt szenvednének mm -hmm. el, mint, mm -hmm. mint anélkül. Mm -hmm. És annak nem az lesz a vége, mm -hmm. hogy ők boldog, sikeres mm -hmm. emberek lesznek, hanem lehet, hogy az lesz a vége, hogy ők a maszkokban azt mondják, hogy én eddig bírtam, és most akkor vagy visszavonulok a kis csigaházamba, soha nem jövök többé elő, vagy ennél még sokkal. Rosszabb Aha. Aha. Szóval... Igen, talán az is a különbség, hogy a támogatásunk mire irányul, hogy az egy ilyen szükségletek szerinti támogatás, vagy egy olyan támogatás, amiről mi gondoljuk, hogy az jó támogatás, és hogy ami inkább így asszimilál embereket, vagy a, úgy neurotipikussá. Pontosan tesz. Na, ezt szerintem teragadtad meg ah. így jól a lényeget, hogy a, ha ha abban gondolkozunk, mm. hogy az autizmus ez a benned levő rendelenség, mm. akkor mi rát fogunk koncentrálni téged, most mm. akkor megszerelgetünk. Hogyha azt mondjuk, hogy az autizmus az az igenis, meg egyáltalán meghatározása, meg a megsegítése, az az egyén és a társadalmi illeszkedés problematikáját is felveti, akkor azon kívül, hogy téged megsegítünk, szociális kommunikációs fejlesztés, nem tudom, akármivel, gyógypedagógiával, azért arra is rá kell nézünk, hogy, és ebben az oktatási rendszerben, ezzel a nem tudom, hmm. ezekkel a sztereotípiákkal, amik mondjuk itt a mi köztudatunk vannak, hogy ezekkel majd te hogy fogsz tudni megküzdeni, és abban nem hiszem, hogy csak a gyereknek a hmm. szerelgetése lenne a jó. Egyébként egyébként sem hiszem, hogy ezt így le lehet fordítani, akkor most téged megszerelünk hanem és ez egy nagyon-nagyon személyre szabott támogatás kéne legyen jó esetben. Mm. És ehhez, ehhez biztos, hogy együtt, biztos, hogy együtt kell gondolkozzunk. Mm. Nagyon fontos, hogy mondtad a környezetnek a, a szerepét. Egyébként maga a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ensz hogy bedobjak egy ilyen ö, emberi jogi dokumentumot is, így definiálja a fogyatékosságot, mint az érintett személynek és a, az attitűdbeli, meg fizikai társas környezetnek a viszonyrendszerét, ja. tehát valahol ott van a, a kulcsa a dolognak talán. Ö, hogy mondjunk arra pár példát, amilyen neuroaffirmatív, vagy ami neuroaffirmatív környezetre jellemző lehet, és lehet, hogy nem is gondolnánk rá. Én most nemrég olvastam például azt, hogy és vissza is gondoltam a saját élményeimre, hogy középiskolában az, hogy már minden tantárgyat szaktanárok oktatnak sok iskolában, és ott teremről teremre vándorlunk, mindenhol mások a fényviszonyok, a bútorok, az elvárások, az érzelmi millió, hogy csak ahhoz, mindig újra meg újra alkalmazkodni, 6-7 tanórán keresztül, egy csomó diáknak önmagában ez egy nagyon fárasztó dolog, és akkor még nincsenek feladatok, nincs az, hogy nem tudom ott, ott helytájon, hogy, hogy mi lehet még ilyen, amire. Szerintem például ez lehet, hogy csak ah. az én fejemben van, de például a testnevelés óra, bedugva így a nap közepébe, ahol neked át kell öltözni, megész Büdös van, visszhangzik a tornaterem, hmm. az öltözőben, na annál. Brutálisabb szociális, mm. mondjam. Ja. Szóval, hogy mondjam. Hogy azt mire átvészed, és utána beültetnek matek dolgozatot írni. Oh. Ez szerintem nekem az életem rém. Oh. Oh. Szóval, hogy, oh. hogy nem is gondolunk rá, és, és tudod, jó szándékkal van kikövezve ez az út, mert igen, tök hogy mozogjanak a gyerekek. Azzal is teljesen egyetértek, hogy ö, sok ö, alapvető matematikai mm. tudást tud segíteni az életedben a boldogulásban, de hogy ezt így össze, tehát hogy annyi olyan kis ö, Autista fiatalat ismerek, aki, aki, aki nem tudom, minden szerdai napon, meg csütörtöki napon belázasodik reggel, és akkor uh -huh. kiderül, hogy mert egy csütörtökön ez a menet, és annyira szoronganak tőle, és érted, nem a tesivel van a baj, nem a matekórában, mégis nem is a matek dolgozattal uh -huh. van a baj, hanem azzal, hogy ez így egyben van, és akkor hát én, most ez lehet, hogy műhelytítod, de uh -huh. hogy szoktam ilyen egyességet kötni velük, hogy akkor milyen intenzitású edzés egy héten, és én fölmentem a tesiből, csak akkor tessék, nekem bemutatni, hogy mikor volt az aha, a mozgás, mert aha. az meg nagyon fontos a te egészségedhez. És hogy ezek apróságok, de ha nem iskolát nézünk, hanem egy munkahelyet, hmm. ahol azon túlmenően, hogy te végezd a munkád, azért egy kicsit legyél jó fej a kollégáiddal, azért menj ki kávézni velük, mert ha nem mész ki, akkor meg egy kicsit azért kérdez, meg, hogy mi van velük, meg hát Hát háborzongató, hogy akkor neked ott nem csak a munkát kell valójában elvégezni, hanem egy csomó olyan dolgot is autistaként, amiben ugyanúgy erőfeszítést kell tenni, te nem töltődsz belőle valószínűleg, vagy kevésbé, és akkor te ugyanazt a munkát ötszörös energiabefektetéssel csináltad meg, de van ötször annyi időd és lehetőséget töltődni, nem hiszem. Mm. És akkor ez így ez elég igazságtalan felállás. És persze most megint olyanokról beszélünk, akikről feltételezzük, hogy munkahelye van, mm. meg integráltsúliba mm. járnak. Ö, nem akarok igazságtalan lenni az, hogy mindig ö, azokról beszéljek, aki jó értelmi képességű, meg, meg, ö, meg jó beszédkészségű autisták. És közben hozzá kell tegyem, hogy hagyományosan, meg alapvetően a, a, az ellátási eszközeink azokat, azokat azokra a gyerekekre írtuk, akikre ez nem igaz. Tehát sajnos sajnos nem mondhatom azt, hogy jobb helyzetben vannak az egyes támogatásigényű autisták, a kettes, hármas támogatási igényűek, ez szerintem senki sincs jó helyzetben, de hogy... Ők, ők azok, akiket még gyakrabban cserben hagyunk, mert azt feltételezzük, hogy hát ez neki úgy is megy. Azért egy, egy egy nem beszélő autistától nem fogod elvárni, hogy válaszoljon neked, mert ezt érted róla. Vagy a, a, és ez nem azt jelenti, hogy nem akarod mindenáron megsegíteni őt abban, hogy ki tudja fejezni az igényeit, mm. meg az érzéseit, vagy vagy a, a pelenkes, nem tudom, kamasz autistának. Nem azt fogod mondani, hogy jó ez így, hanem mm. mindent meg fogsz tenni érte, hogy segíts abban, hogy ő, nem tudom, mondjuk szobatisztelve váljon, hogyha ez mm. egy olyan téma vagy nehézség. Tehát ez a különbség abban, hogy oké, okay, affirmatív vagy, érted, hogy hogy állj hozzá, és mellette amit csak tudsz bele akarsz tenni abba, hogy ő neki jó életminősége legyen. Hogy mi a jó életminőség, mm. Az viszont már egy következő kérdés, hogy, hogy minek akarjuk, mi felé akarjuk segíteni ezeket a gyerekeket, meg felnőtteket, hogy tényleg az kell a jó életminőséghez, hogy te vendégeket hívj, vagy azt kéne hozzá, hogy azt mondhass, hogy én tök boldog lennék akkor hmm. is, hogyha két havonta egyszer beszélnénk Viberen. Hmm. Most mondtam valamit. Igen. És ez is lenne az utolsó kérdésem, hogy szerinted így a neurodiverzitási mozgalom, mi az, amit így Üzen nekünk, ha ezt így meg lehet fogalmazni, azzal kapcsolatban, hogy, hogy tágítsuk az értékes életről vallott felfogásunkat. Mm. Ugye itt már részben beszéltünk kultúráról, de hogy közben itt vagyunk egy ilyen gazdasági szempontból a kapitalizmusban, ami nagyon sok fronton azt üzeni, hogy teljesíteni kell, szünet nélkül termelni, produktívnak lenni, hasznosnak lenni. És hogy hát nagyon sok olyan ember él, akinek ez különböző okokból nehezebben megy, de hát ez bárki számára egyébként túlzó elvárásokat ö, ö, eredményezhet. És, és rendkívüli módon, hogy mondjam, destruáló, tehát hogy iszonyatosan tudnak ettől szembeni. Tényleg nagyon sok autista kamaszom elmondja, hogy ő... ő... Hogy ő azért nem érzi magát ebbe a világban illeszkedőnek, mert ő igazából nem hasznos. Mm. E, és hogy, 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 hogy az, hogy ő szeret rá, amit, vagy vagy számára nem tudom kinenni a természetben, az micsoda egy egy csodálatos érzés. Az nem ér. Az nem mm. valid. Mert abból másnak nem tudom. És ezekre a gyerekekre mondjuk azt, hogy nem törődne már. Szóval érted, olyan durványcsúszások oh. van. De most gondolkozom rajta, hogy hogy lehetne ezt zanzásítani. Nem biztos, hogy én tudom. Mm. E, valami olyasmi jutott eszembe, hogy hogy És ez az én gondolatom igazából, hanem egy 14 éves lányi, mm. aki a, az egyik csoportra eljött, és, és és volt lehetőségünk megismerni az gyönyörű kis gondolkodását, és mm. ő nagyon sok verset ír, mm. és és, és az, egyik, az egyik versének végül is ez a, ez a a, az üzenete, hogy, 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 ne csak nézzünk, lássunk is, és én ezt annyira, annyira mm. szeretem. Tudom, hogy kis, mm. tehát, hogy, hogy, most ez, ebbe mm. sok mindent gondolhatunk, de hogy, 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 nézzük, nézzük a világnak a változását, a, azt, hogy, hogy paradigma váltás zajlik, azt, hogy neurodiverzitás mozgalom, azt, hogy autizmus, és hogy, hogy, azt gondolom, hogy, hogy nagyon minőségében annyira más az, hogy ez halad mellettünk, és nézzük, meg azt, hogy mondjuk tevőlegesen akarjuk érteni, akarunk segíteni, nem csak Sajnálni, hanem tenni valamit azért, és ezek ez, ez azon múlik, hogy, hogy akkor én azt mondom, hogy úgy szeretném csinálni a rendelésem, hogy legyen róla neked előre írás, hogy ez hogy néz ki. Ici pici dolog, amikor arra gondolsz, hogy lehet, hogy valakinek szorongató bejönni egy helyzetbe, és egy picit pontosítod azt, hogy mi is lesz ebben a helyzetben. Rendezni úgy egy egy konferenciát, hogy, hogy megengedhető az, hogy nem szóltok egymáshoz a szünetben, hát. és, és van róla jelzésed. Vagy, szóval olyan, olyan apró dolgok és olyan olyan minőségbeli változásokat jelentenek, és ehhez az kell, hogy lássuk, hogy mire lenne igénye az eltérő fejlődésű embereknek, amihez meg azt hiszem, hogy ismeret anyag kell, úgyhogy még sok nagyon jó podcastet kívánok neked a témában. <laughs> Én pedig köszönöm, hogy eljöttél, és tényleg, hogyha talán már akár a beszélgetés vagy más hatására valahogy azt tovább tudjuk magunkba, magamat is beleértve vinni, hogy, hogy számoljunk azzal, hogy nem mindenki neurotipikus. És akkor, ha ez már ott van a fejünkben, talán ez is lehet egy olyan lépés, ami így elindítja a továbbiakat. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Madarasi Szűcs Anna, a gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Neurodivers műhely vezetője volt a vendégünk. A lélektani határ második évadának záró epizódját láttátok. Én szeretném itt a végén megragadni az alkalmat, hogy kicsit a háromfős ministábunknak külön megköszönjem a munkáját, Iváncsics László operatőr Vágónak, aki a kamerák mögött most is itt van, a stúdió előterében Filákovics Radojka szerkesztőnek, én Milanovics Domi vagyok, és nektek pedig köszönöm a figyelmet. Jövőre is találkozunk, majd sziasztok!